említését. Ez sehol nem szerepel az alkotmányban, én legalábbis nem találtam az előterjesztésekbe. Az előkészítőket, illetve hát az ebben résztvevőket szeretném erre biztatni, hogy vizsgálják meg, hogy a jogos önvédelem az hova kerülhet be. A hetes pontban védjük a családokat, későbbi pontokban védjük a gyerekeket. A családokon belül a férfinő alkott a családot, erről már volt szó, ez rendben van. Egyfajta családot nem nevesítettünk ki, és ezt javasolnám, hogy tegyük meg, a gyermeket nevelő családot, így. Tehát ezt a fogalomalkotást. Tehát nem az a cél csak, hogy férfinő házasságot alkosson, egyel tovább kell lépnünk. Gyermekeket nevelő családot alkosson a férfinő. Ezt megint javaslom valahova megfogalmazni. Na, önmagában a gyerekvédelemről egy későbbi részbe esik szó, és ott már nincs meg ez a szerves összekapcsolás a családdal. Egy viszonylag egyszerű, technikainak tűnő dolog a következő javaslatom. Jelenleg 4 évente vannak választások. Mély meggyőződésem, hogy a magyar demokrácián nem esne csorba, ha 5 évente volnának választások, parlamenti választások. Kérem szépen, lassan eltelt egy év, be se tudunk még indulni. Hát egy csomó mindenben még a kormány ugye nem tudja, hogy melyik ujját harapja. Őszre fog egy jó pár olyan törvény még talán elkészülni, amivel nagyjából feláll egy új adminisztráció. És nagyon jól tudjuk, hát 20 év tapasztalatunk van már, eltelt körülbelül, ugye 4-5 választás, az utolsó fél év, 1 év óhatatlanul is a választási kampány jegyébe telik. Marad 1,5-2 év a munkára. Ez éppen nem a pénzspóroláson van a lényeg itt, hogy azért legyenek ritkábban választások, mert ezzel meg lehet egy kis pénzt spórolni. Maga az államadminisztráció, a lakosság nem bírja, a vállalatok nem bírják, hogy 4 évente teljesen új irányba orientálódjanak. Ez egy fantasztikus plusz költséggel és lekötöttséggel járó dolog. Tehát még egyszer mondom, én szerintem 5 évente bőven elég volna választásokat tartani Magyarországon. Szeretnék a mondani való főpontjához, a Magyar Nemzeti Bankhoz kapcsolódni. A jelenlegi előterjesztésben az szerepel, hogy a Magyar Nemzeti Bank tevékenységét külön törvénybe szabályozzák. Ez nem elegendő, kérem szépen. Mert az, hogy egy külön törvény szabályozza a monetáris politikáját, ugye pontosan így szól az előterjesztés, ez nekünk, a parlamentnek nem biztosítja azt, amit szeretne ez a parlament elérni, nevezetesen, hogy a parlament kontrollálni tudja a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáját. Ezért ide egy lényeges és markáns módosítást javaslok, ezt egyébként be is nyújtottam már írásba, ezt a módosító javaslatomat, aminek a lényege a következő volna. A magyar, amit az alkotmányban már ki kéne mondani, tehát nem elég külön törvényben meghatározni, az, hogy a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáját a hazai fizetőeszköz külső és belső stabilitásának érdekébe folytatja, amivel segíti a kormány gazdaságpolitikáját. Tevékenységéről, és most jön talán a másik lényeg, mert az előző mondat is lényeges volt, de most jön egy másik lényeges mondat. Tevékenységéről elnöke évente legkésőbb június 30-áig az állami számvevőszék által láttamozott hites könyvvizsgálati jelentéssel ellátott beszámolót terjeszt a parlament elé, valamint tájékoztatást ad a folyóév monetáris politikájáról. Én azt gondolom, hogy ezt nem kell megismételnem, bár hosszú mondat volt, aki félig odafigyelt, az is hallotta, hogy lényeges új megfontolások vannak ebben a javaslatban, ami a magyar parlament nemzeti banki monetáris politikájának felügyeletét illeti, illetve ennek az alkotmányos garanciáját. És végezetül egy konkrétumot szeretnék még az alkotmány kapcsán hozzászólni, nevezetesen az önkormányzatok feladatköre és az önkormányzatok feladatköréhez biztosított államigazgatási feladatokhoz biztosított költségvetési támogatások. Jelenleg úgy fogalmaz az előterjesztés, hogy arányos költségvetési támogatásra jogosult az önkormányzat a feladatok ellátását illetően. Nagyon jól tudjuk az elmúlt
különösen 4-8 év eseményeiből, hogy ez az arányosság, ez általában azt jelentette, hogy mindig az önkormányzatoknak kellett egyre többet és többet megspórolni saját egyéb költségvetésükből ahhoz, hogy ellássák az államigazgatási megnövekedett újabb és egyéb feladataikat. Ezért itt az arányos helyett egy másfajta megfogalmazást javaslok, olyat, amelyik kifejezi azt, hogy arányos és elégséges. Tehát ennek a kettőnek kell megtalálni egy ügyes megfogalmazását, ami belefér az alkotmányba, ami méltó az alkotmányhoz. Önmagában az arányosság megfogalmazás nem biztosítja azt, hogy az önkormányzatok tényleg megkapják azt a támogatást, amire szükségük van a megnövekedett feladataikhoz. Ennyi szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a szót, elnök. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 percre Nyikos László, jobbikos képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Annyi megjegyzést szeretnék fűzni Bőszel Lajos képviselőtársam javaslatához, hogy ami a monetáris politika parlamenti ellenőrzését illeti, abban egyetértek természetesen vele. Ami azonban ennek az eszközeit azt viszont meglehetősen hát szakmaiatlanul, hogy így fejezzem ki magamat, interpretálta Pősze képviselő úr, ugyanis az, hogy állami számvevőszék által láttamozott beszámoló, ez a láttamozás, ez egy kezelhetetlen fogalom, ugyancsak az is, hogy a könyvvizsgáló, hites könyvvizsgáló hitelesítésével ellátott dokumentum. A könyvvizsgálat az egy éves tevékenységre vonatkozik, a pénzügyi beszámoló éves minősítése. A számbevőszéki láttamozásodnak meg semmi köze a monetáris politikához. Hogy jól értettem, a monetáris politika láttamozását vetette föl a képviselő úr. A 180 számbevőszékből én ilyet még nem láttam, hol a monetáris politikát a számbevőszék ellenőrizte volna bármilyen szempontból. Nem az ő felségterülete egyszerűen. Ennyi korrekciót és talán ennek a tisztázása megért 2 percet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 percre megadom a szót Bőszel Lajos független képviselőnek. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem fogok többet hozzászólni, mert nem akarom, hogy leragadjon ez a rendkívül izgalmas nap ennél a témánál. Még egyszer szeretnék 2 dolgot világosan leszögezni. Az egyik, hogy igenis hites könyvvizsgáló kell, hogy a monetáris politikát, amelynek szintén van egy éves mérlege, jóvá hagyja. Ebben nincs semmi rendkívüli, Nyikos képviselő társam bizonyára tudja, hogy mit jelent ez. Auditálja, igenis auditálja, hites könyvvizsgáló a Magyar Nemzeti Bank éves monetáris politikáját. Annak van egy eredménye. Plusz, mínusz, mennyi plusz, mennyi mínusz. Ebben nincs semmi rendkívüli. Ez az egyik. A másik, az állami számvevőszék azért szervezettünk nekünk itt a parlamentbe, hogy a hozzánk kerülő az állami vagyonnal, az állam költségvetésével kapcsolatos dolgokba segítse a parlament a nép ellenőrzésnek a módszereit. Hát hogy ne volna jelentősége annak, hogy azt mondjuk, hogy kérem szépen az ÁSZ megkérjük arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank beszámolójának, törvény szerinti beszámolójának és parlamenthez kerülésének az egész procedúráját mondjuk egy ellenjegyzéssel számunkra megnyugtató módon lássa el. Lássa el, jelezze azt, hogy kérem, megvizsgálta a Magyar Nemzeti Bank hites könyvvizsgálása törvény szerint megtörtént, azt szerint terjesztik ide be elénk a házhoz, javasolja, hogy akkor a ház vitassa ezt meg, mert az előkészület rendben volt. Tehát ezer módja van annak, hogy az ÁSZ-nak a feladatát hogy határozzuk meg. Az, hogy mit jelentsen egy ellenjegyzés, az kérem szépen, az meghatározás kérdése, azért van a tisztelt ház, vagy azért vannak a bizottságok, hogy ennek az észszerű mértékét megtalálják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő 2 perces hozzászóló Horváth János, fideszes képviselő. Elnök úr, képviselőtársaim, az ÁSZ feladatának az értelmezése, amit most az utóbbi percekben hallottunk, ez megéri azt, hogy még egyszer ránézzünk, ugyanis az állami számvevőszék hites könyvvizsgáló jellegű feladatot végez olyan tekintetben, hogy a tisztességes, törvény szerinti
üzletvitelt ellenőrzi. A Magyar Nemzeti Bank esetében ez másképpen áll, és ezért is szóltam. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi politikáját az ÁSZ nem ellenőrzi. Helytelen volna. Nem is feladata, de koncepcionálisan sem. A Magyar Nemzeti Bank pénzügypolitikája az gazdasági elméleti alapokon álló politikai rálátás. Az, hogy magasabb kamatot, vagy alacsonyabb kamatot, vagy mást, hogy rendez az állami számvevő, a monetáris tanács, azt abban nem szól bele az állami számvevőség, nem szólt bele, nem a feladata. A politikai döntés, általában politikai döntések annyiban az állami számvevőség feladata, hogy betartja-e a végrehajtó intézmény a politikai döntést. Mivel nincs politikai döntés az állami, monetáris tanács tekintetében, mert az önmaga hozza a gazdaságpolitikai döntést, tehát ÁSZ beleszólás a Nemzeti Bank dolgaiba csak annyival van, amelyen, hogy gazdálkodik a vagyonával, pénzével. Például 10 évvel ezelőtt, amikor a bécsi bankokat, meg hasonlókat néztük, ott igen, de a politikai szerepe nincs az ÁSZ-nak. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2 perce Novák előtt, Jobbikos képviselőket illeti a szó. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, Salamon László, KDNP-s képviselő néhány órával ezelőtt hazugnak nevezett engem, akkor nem kaphattam lehetőséget a válaszadásra a vita abban a szakaszában, most viszont szeretném megcáfolni az ő rágalmát, hiszen itt van előttem valóban június 7-én nyújtotta be a kormányoldal, és szavazták is meg sajnos azt az alkotmánymódosító javaslatot, mely eltörölte az alkotmány 24. paragrafus 5. bekezdését, mely így szól, és hát sajnos ez ma már ugye nincsen hatályban. Az új alkotmány előkészítésének részletes szabályairól szóló országgyűlési határozat elfogadásához az országgyűlési képviselők 4/5-ének szavazata szükséges. Ez az, ami sajnos ma már nem érvényes. Egyik első intézkedésük volt, hogy ezt igenis eltöröljék, hogy aztán kényük kedvük szerint alkotmányozhassanak a nemzeti együttműködés csak sokat emlegetve, de egyáltalán meg nem valósítva. Kétségkívül próbál Salamon képviselő úr egy ilyen vitát generálni, hogy ez valójában már nem is volt hatályos, azonban nem lett volna hatályos. Hát akkor miért nyújtottak be arra egy javaslatot, hogy ezt el kell törölni? Miért szavazott itt arról az országgyűlés, hogy töröljünk el egy alkotmánybeli, nem akármilyen jogszabályt, egy alkotmánybeli rendelkezést, ha ez önök szerint nem létezik? Nyilvánvalóan létezett, ezért akarták eltörölni, és nagyon sajnálom, hogy az alkotmányozást ezzel kezdték, hogy előre biztosították azt, hogy önök itt egy pártilag is tudjanak alkotmányozni. Köszönöm a pontosítási lehetőséget. Köszönöm szépen, képviselő úr. 2 perccel megadom a szót Gulyás Gergely, képviselő úrnak, Fidesz. Köszönöm szépen, miután Novák előtt képviselőtársam kedvenc témakörömet hozta föl, ezért engedjék meg, hogy nem csökkenő türelemmel újra és újra elmondjuk ebben az ügyben az igazságot. Már csak azért is, mert nem szeretnénk, hogyha az a látszat alakulna ki, hogy Gyurcsány Ferenc és Novák előtt között valamilyen együttműködés jött volna létre. Ugyanis az igazság az az, hogy az a 4/5-ös többség, amit az alkotmány koncepciójának elfogadásához korábban az alkotmányszöveg megkívánt, ez a 95. évi 44-es törvénnyel került az alkotmányba, aminek 2 bekezdése volt. Az első úgy szólt, hogy a koncepciót 4/5-del kell elfogadni, a második szakasza pedig úgy szólt, hogy hatályát veszti a 98-as országgyűlés alapülésének napján. Ennek megfelelően 98. június 18-án ez a szabály hatályát vesztette. Később a Gyurcsány kormány visszacsempészte ezt az egységes alkotmányszövegbe, teljesen törvénytelen módon. Most mi ebben a helyzetben 2 dolgot tehettünk. Egyébként ezt érdemes büntetőjogilag vizsgálni, a Jobbik aktivitására itt egyébként számítanánk. Amit nagyon fontosnak tartunk ezzel kapcsolatosan, hogy 2 dolgot tehetett ez a kormánykoalíció. Vagy a közjogi érvénytelenség megállapítását megpróbálja az alkotmánybíróságon valahogyan elindítani, de ez egy nehézkes kérdés, hiszen erre alkotmányszövegről van szó, és eltart sokáig, és nem kezdünk el alkotmányozni, vagy pedig kivesszük az alkotmányból. Mi kivettük az alkotmányból, de ez nem változtat azon, hogy aki magyarul tud és olvasni tud, annak egyértelmű, hogy ez a szabály 1998. június 18-án hatályát vesztette. Ezért e tekintetben az a kérésem, hogy sokkal inkább a volt szocialista kormány felelősségét szíveskedjenek Jobbikos képviselőtársaim vizsgálni, és ebben majd mi is megpróbálunk valamit tenni, ne pedig valótlan állításokkal újra és újra a ház figyelmét az érdemi munkától elvonni. Köszönöm.
Köszönöm szépen. 2 percre megadom a szót a Wittner Mária képviselőasszonynak. Fidesz. Köszönöm a szót, és örülök neki, hogy ez szóba került, mert ezt is készültem felemlíteni, a 4/5-ös törvény. Ugyanis egyfolytában azt halljuk a tévében az MSZP-től, hogy az alkotmány csak 4/5-ösen lehessen elfogadni. Ugyanakkor, mint mondotta Gulyás képviselőtársam, hogy ezt a 4/5-ös alkotmányt, törvényt kivették az alkotmányból. Tehát itt van egy nagyon fontos kérdés. Ki volt az, aki visszacsempészte, és mikor? Ennek a felelősét meg kell keresni, mert a parlament ezt nem szavazta meg. Köszönöm szépen. Egyelőre ennyit a 2 percesbe, és a továbbiakban még kérnék szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőasszony. 2 perce Novák előd, Jobbikos képviselőgat illeti a szó. Köszönöm, elnök úr. Nem kívánok már többször szólni, hiszen nagyon sok mondandók van még egész más ügyekben is, viszont itt van előttem ez a bizonyos törvény, amely a módosító törvény volt, és ugye idézzük pontosan, azt mondja, hogy e törvény az 1994-ben megválasztott országgyűlés megbízatásának megszűnésekor hatályát veszti. Tehát e törvény, ismerjük ezeket a bizonyos önderegulációs, önmegsemmisítő törvényeket, beteljesítette a küldetését, módosította az eredeti törvényt. A módosító törvény az valóban hatályát veszti, de amit elvégzett, az nem. És egyébként is valóban nem ez a lényeg, hogy egyébként hatályban van, vagy nem. Hogyha nem lenne hatályban, akkor valóban talán nem törölni kellett volna, ha van büntetőjogi felelősséget keresni. Mi is ezt szerettük volna sok más ügyben. Tetszettek volna mondjuk nem leszavazni Gaudi Nagy Tamásnak azt a javaslatát, hogy büntethető legyen már akár az is, hogy Gyurcsány Ferencet számon se lehet kérni, mert el sem jön, bár az alkotmány előírja, hogy kötelezően vallomást kellene tennie egy bizottság előtt. Napirendre sem engedték venni ugye ezt a javaslatot. Erről kellene beszélni, és arról, hogy akár volt, akár miért nem volt hatályos ez a rendelkezés. Önöknek miért fontos az, hogy csak önmagában a kormánypártok által lehessen alkotmányt elfogadni? Tehát ez itt az igazán nagy kérdés. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. További 2 percesek. Elsőként Répási Robert államtitkár úrnak. Tisztelt képviselőtársaim, nem arról van szó, hogy én is megpróbálom, hanem arról van szó, hogy szeretném Novák előtt figyelmébe ajánlani, és az egész Jobbik frakció figyelmébe ajánlani, hogy az a probléma, amire ezt az egész ügyet használják, az a probléma nem létezik onnantól kezdve, hogy az Alkotmány Előkészítő Bizottság úgynevezett koncepcióját az országgyűlés nem fogadja el kötelező határozatként. Tehát nem 4/5-del, hanem 100%-kal eltérhetnek bármikor ettől a koncepciótól, mert nincsen koncepció, tehát bármilyen alkotmány 100%-kal egyenként, úgy értem, egyenként úgy szól a határozati javaslat, hogy az országgyűlés felkéri a képviselőcsoporthoz tartozó képviselőket, vagy független képviselőket, hogy nyújtsák be az alkotmány tervezeteiket. Tehát nincs elfogadott koncepció, és nem is lesz elfogadott koncepció. Ez a probléma, hogy ez bármilyen módon gátolná a Jobbik frakciót abban, hogy alkotmány tervezetet nyújtson be, ez a probléma nincs, nem létezik. Ez egy A probléma, amit képviselő felvet. Tehát pontosan az a kérdés, hogy itt hogy az alkotmány tervezet előszűrőjében, tehát az előtárgyalásában van-e olyan kötelezettség, amelyet egy 2/3 többség ráerőltetne az ellenzékre, nincs és nem is lesz ilyen kötelezettség az alkotmány koncepciója. Hát ha csak nem esetleg a Jobbik, mondjuk a 1996-os, ha jól emlékszem, 96-os alkotmány koncepció szerint szeretne alkotmányozni, mert valóban ennek a határozatnak a végén ott van benne, hogy azt a koncepciót viszont hatályon kívül helyezi az országgyűlés. Kérdés, hogy azt a koncepciót érvényesnek tekinti a Jobbik, és szeretne mondjuk Horn Gyula és a Szabad Demokraták által elfogadott alkotmánykoncepció alapján haladni. Ha nem, akkor itt van a lehetőség, nincs kötöttség, nincs koncepció, nyújtsák be a tervezeteiket. Köszönöm szépen. Következő 2 perces Gulyás Gergely képviselő úr, Fidesz. Én viszont annyival optimistább vagyok, mint a kormány képviselő, hogy én még egyszer megpróbálom.
Tehát ez egy két szakaszból álló törvénymódosítás. Novák képviselőtársam volt szíves az előbb felolvasni a második szakasz második felét. Hogyha az elsőt is felolvassa, akkor abban az is benne van, hogy az elfogadást követő harmadik napon lép hatályba. Tehát ennek a törvénynek, ennek az alkotmánymódosításnak a rendelt ideje volt. Elfogadást követő harmadik nap, illetve a 94-ben megválasztott országgyűlés megbizatásának megszűnése napján. Ez van benne a törvényben. Tehát ez teljesen egyértelmű. És az alkotmány meg... De az alkotmány, a törvény önmagában ugye addig volt érvényes, amíg a 94-ben megválasztott.